a vulkáni utóműködések talán leglátványosabb fajtáit a gejzírek képviselik, a gejzír más néven szökőhéjforrást jelent. Ezek a vulkáni utóműködések vulkáni területeken alakulnak ki, a vulkáni működés szüneteiben, illetve a vulkáni működés lezárultával akár még évmilliókig is bizonyítják, hogy tűzhányók petyeszte vidéken járunk. Kísérletünkben egy gejzírt fogunk modellezni, ahol a közelben elhelyezkedő magmakamrát a Borsces égő helyettesíti. A lombikba vizet tettünk, kicsikét megszíneztük, hogy jobban lássuk a jelenséget. A lombikban lévő víz elkezd melegedni, viszont az üvegcső, amit gumidugóval lezárva belelógatunk, beleér ebbe a vízbe. Tehát rögtön a keletkező vízgőz nem fog tudni kitörni, egészen addig nem fog tudni kiszabadulni a lombikban egyre nagyobb gőznyomáson lévő gőz, amíg a cső alja ki nem látszik a vízből. Látjuk, hogy a csőben elkezdett emelkedni a víz felfelé, ez két okból van, egyrészt a víz hőtágulása miatt, másrészt pedig az emelkedő gőznyomás nyomja le a lombikban a víz felszínét. Egy kicsit várunk, akkor hamarosan elérjük azt a stádiumot, amikor a cső alja kilóg már a vízből, és az első gőzbuborékok ki tudnak szabadulni, most indult meg ez a folyamat, és a gejzírünk kitört. Miután lecsökken a nyomás a lombikunkban, a kitörés megszűnik, és a víz fentről vissza fog folyni a lombikba. Utána a szünet következik, hiszen a vizet ismét fel kell melegítenünk, hogy a következő kitörés, amit most láthattunk is, bekövetkezzék. Ez a jelenség adja a periodicitását a gejzíreknek, és helyi viszonyoktól függően, különböző időtartamokban, de szabályos időközönként fognak kitörni.